Gyerekek és szüleik az állatsimogatónál Pécsen, a Tettyetéren. Itt tartották a földnapi rendezvényt a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Baranya megyei önkormányzat szervezésében szombaton. Ez is egy olyan alkalom, amikor rá tudjuk irányítani a társadalom, az embereknek a figyelmét arra, hogy a körülöttünk lévő természet az egy kicsit nagyobb odafigyelést igényel. Mi itt a Duna-Dráva Nemzeti Park már ezen dolgozunk gyakorlatilag az egész évben, és hát nagyon örülünk neki, hogy most a két éves kihagyás után itt a Covid miatt újra meg tudtuk szervezni itt a Tettyén a földnapi rendezvényünket. A megyei fejlesztési biztos is részt vett a rendezvényen. Kővár János azt mondja, kevés időnk van a föld megmentésére. Azt kell folytatni a megyében, amit már Pécsen elkezdtek korábban. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy erre még 3 évünk van, hogy jelentős lépéseket tegyünk. Ez most már nagyon kevésnek tűnik. Viszont Pécset azért hadd mondjam el, hogy ugye már 10 évvel ezelőtt elkezdtünk egy programot, az Ökováros programot, aminek a keretében elektromos buszokat kezdtünk el beszerezni, épületeket korszerűsítettünk, energetikai értelemben napelemparkokat építettünk, és nem utolsó sorban elindult egy olyan zöld szemléletformálás, aminek most is láthatjuk itt az egyik jelét. A következő évek fejlesztései a környezetvédelmet, a fenntartható jövőt kell, hogy szolgálják Baranyában, mondta a megyei elnök. Ilyen például az épületek energetikai korszerűsítése. A széndioxid kibocsátást sikerüljön jelentős mértékben csökkenteni. Minden egyes pályázatnál egyébként a pályázónak be kell mutatni, hogy az adott energetikai fejlesztés az mennyivel csökkenti a széndioxid kibocsátást. Ez egy épület esetében jelenthet napelem, meg kell való energetikai korszerűsítést, napelemek felszerelését, de jelentheti az épület nyilászáróinak a cseréjét, jobb hőszigetelést, minden olyan beruházást lehet támogatni, amely a széndioxid kibocsátást csökkenti. A földnapján olyan szervezetek voltak jelen, akik a környezetvédelmét kiemelten fontosnak tartják, illetve olyan egyesületek, akik a gyermekek nevelésével hozzájárulnak a zöld szemlélet kialakításához.